Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jól látjátok a címet. Ez a videó az összes TNA tagnak fog szólni, szóval a Necro Army gyermekei figyelem. Egy-két dolgot fogunk itt megbeszélni, lesz hozzátok egy kérésem, úgyhogy ki a fülekkel, nyissátok ki a fületeket. És fogunk beszélni jó dolgokról, fogunk beszélni rosszabb dolgokról is, de úgy gondolom, hogy ennek már így lassan eljött az ideje, úgyhogy most erről beszélni fogunk egy kicsikét. Nos, hol is kezdjem? Igen, ünnepeljünk, lassan ott vagyunk a 200 tagnál, ami nagyon jó, és nagyon büszke vagyok rátok, örülök, hogy engem választottatok, és hozzácsatlakoztatok ehhez a Platoonhoz, Battlefield 1 keretén belül, ott van a Battlefield 3-os is, ahhoz is lehet csatlakozni nyugodtan. A másik pedig, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és tényleg annyira jó látni, hogy jönnek és jönnek az emberek, ez volt a cél, egy jó közösség létrehozása, annak is nagyon örülök, amit az elején nem láttam, hogy már így egymásra csatlakozgattok, mert ahogy így figyelem a Platoon alakulását, és hogy játszanak együtt a játékosok, ugye azt kezdem észrevenni, hogy így, úgy látjátok, hogy játszik valahol egy TNA tag, már hozzá csatlakoztok, és ez nagyon jó dolog, és ezt szeretném is kérni, mert egyrészt így fejlődik a Platoon, hogy egymásra csatlakozunk, és minimum egy squadot alkotunk egy szerveren belül, tehát ha 5 ember fent van, akkor maga a Platoon is fejlődik, és erről már akartam beszélni egy korábbi videóban is, hogy igen, hogy nyugodtan csatlakozzatok egymásra, mert nagyon-nagyon sokan írtatok nekem levelet, hogy ugye egyedül játszatok, vagy valami, na most a TNA ezért jött létre, hogy azoknak, akik egyedül játszanak, vagy szeretnek csapatban játszani, egyáltalán azok tudják együtt játszani, és játszatok együtt, ugye, hogy lehet lekövetni valakit a Platoonon belül, még ha nem is ismerősöd, azt úgy, hogy szépen elmész a Platoonra, megnézed, hogy hol játszanak TNA tagok, és már is csatlakozol utánuk a szerverre, happy mindenki, és együtt nyomjátok. Ugye leírásban megint csak ott fogom hagyni a TS-nek a linkjét, lehet oda feljönni, vannak szobák, hozhatod a haverokat, stb. Lehet battlefieldezni együtt. És azt kell mondjam, hogy akár tetszik, akár nem, nekem speciál nagyon tetszik, lassan-lassan azért kinövünk Magyarország egyik legnagyobb platúnyára ezzel kapcsolatban, úgyhogy szépen lassan jó kis dolgok fognak itt születni. Na most, de mint ahogy ez van, és akkor most jöjjön a rossz hír, vagy nem, ez egy jó hír, egyben lesz benne egy ilyen intőjel, vagy hát nem tudom, majd meglátjuk, na elmagyarázom, az a lényeg. Akárhonnan nézem a dolgot, a Battlefield szerverein, ugye, aki játsz a PC-n a Battlefieldet, az tudja, hogy mennyire sűrűk a szerverek, és mennyire nem sűrűk a szerverek. Sokan vagyunk már, és sokan sok helyen játszunk. Így aztán a 200 tag, hogyha leül egyszer Battlefieldezni valahol, észrevesznek minket, és ez jó, tehát kezdenek minket észrevenni. Tehát felfogják, hogy van már valami ilyesmi nagy közösség, hogy TNA, és azért szerzünk nevet magunknak, Magyarországon is kezdenek ugye mi rólunk hallani. Ez marha jó dolog, jó, hogyha észrevesznek minket az emberek. Talán ami kicsi elszomorít, hogy sokan azt hiszük, hogy ez itt valami örülten profi klán, nem? Itt olyan játékosok vannak, akik szeretnék ugye jól érezni magukat, szeretnének közösségben lenni, azokkal játszani, tehát nem valami versenyklányról van szó, itt ezt a vérpistiknek üzenem, szóval itt emberek vannak, akik szeretnek játszani. Nos, hogyha lehet, hogy majd, ha egyszer nagyon lesz időm, akkor néhány ember ki lesz válogatva, és ha kedvük van, akkor mehetünk elsőre keményen, de én már csak edzői pozíciót fogok ebben elfoglalni, mert vannak tőlem sokkal tehetségesebb játékosok, viszont ugye, akiket még egy kicsit fejlesztünk, szerintem hihetetlen európai szintre is el lehet vinni az ő tehetségükkel a dolgokat. Szóval ez majd, hogyha meglátjuk, hogy alakul az én jövőm és időm, akkor belefoghatunk a TNA-nek egy ilyen profi ligájába, és ugye az ESL-ben azért komoly pénzeket is lehet keresni, ha valaki hajlandó egy kis időt és energiát beleölni, és nagyon szívesen vállalnám annak a részét, hogy felkészíteni és edzetni ezt a csapatot, mert azt hiszem, azt el tudnám
meg tudnám csinálni. De ez nagyon a jövő zenéje, és erről igazából ez egyáltalán nem biztos. Talán ez egy olyan 1-2%-nyi lábon mozog, ez függ az én időmtől is, mert hogy hát a karrierem, hogy úgy mondjam, felfelé cseperedik, és egy kis időt arra is kell szentelni. Nos, jó, hol járunk? Szóval kezdenek minket észrevenni. Ez egy nagyon jó dolog, abból a szempontból, látják, hogy vagyunk, sokan játszunk, és srácok, ez az a pont, ahol már képviselünk valamit. Szóval, hogyha bárki, aki új, aki csatlakozik, vannak ugye a TNA-n belül, hogy úgy mondjam, vezetőbb karakterek, vezetőbb arcok, akiket becsülök és köszönöm a munkájukat, hogy összetartják a csapatot, amikor én nem vagyok ott. Nem nevezek meg senkit, azt hiszem magukról is tudják azok az emberek, hogy kik azok, akik ezt megteszik. És ez egy nagyon jó dolog. És ennek okán, hogy ugye kezdünk meglátszódni, hogy úgy mondjam, az online világába, azért egy-két dologra szeretnélek titeket óvainteni, és ezt külön én szeretném kérni, hogy ezt jó lenne betartani. Hogy értsétek egy kicsit, hogy a TNA azért mire alapszik, sokan már régóta követitek a videóimat, tudjátok, hogy azért szeretek képviselni egy bizonyos profizmus, nem feltétlenül a játékomban, de úgy alapvetően az életben és a mentalitásban van egy mentalitásom, amihez ugye tartom magam, ez kijön a videókból, hogy hogyan gondolkodom, és ezt ti is tudjátok. És ennek szellemében is van megalapítva ez a platún, hogy összetartás, és együtt, és nem egymásnak ugrunk, és a másik, ami rettenetesen fontos, és szeretnétek rá figyelni, mivel hogy TNA tagok vagytok, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan platún, ami oda basz. Már bocsánat, hogy így fogalmazom. Mert ezt összehozni nem az én részemről, ez a ti érdemetek, a tietekről, ez egy nagyon szép csapatmunka volt, és azt hiszem ebben én csak ott vettem részt, amikor megalkottam ezt a platunt. Viszont ennek kapcsán szeretném megkérni tőletek a profizmust. Azt a profizmust, ne ijedjetek meg, nem projátékosokat kérek, a profizmust, amit kérek, a viselkedés. Minden szervernek van egy etikája, és azon felül minden gamernek van egy etikája, és kell, hogy legyen egy etikája, és ahogy viselkedünk egy szerveren, annak is kell legyen az etikája. Nem arról beszélek, hogy ne trollkodj, vagy ilyesmi, olyasmikről beszélek, hogy a profizmus abban nyílik ki, hogy betartod egyrészt a szervernek a szabályzatát, nem káronkolsz, nincs cigányozás, nincs buzizás és nincs zsidózás, tehát az ilyeneket nagyon felejtsétek el, az ilyeneket tartsátok meg otthon és a haverokkal, tehát amikor ott van a neved előtt, hogy TNA, mert én nem mondom azt, hogy mindenki tegye oda a neve elé a TNA-t, nem kötelező, ez semmi extra, de amikor ha a neved előtt ott van az, hogy TNA, akkor én egyet kérek, azt a profizmust, amit magadtól is megkövetelsz az életben, szóval tartsd be azokat az apró játék etikai szabályokat, amik szükségeltetik ahhoz, hogy egy klánnak, vagy platunnak, vagy ahogy tetszik, a társaidnak a jó hírét megőrizd. Szóval ezt azért mondom, mert hallom vissza, hogy egy-két szerveren ez és ez történt, és ez is ezt csináltátok. És ez nem pálya. Szóval ha itt vagytok, ebbe a közösségbe vagytok, és ebbe a közösségbe vannak olyan gamerek, akik tisztában vannak a játék etikájával, amit azt hiszem már azért évek óta pofázok, és ez őszintén szóval, tehát ez egy minimum, amit szeretnék én kérni tőletek, hogy ez meg legyen tartva. Na most ugye ilyenkor jön az, hogy hát én betartom, hát igen, a másik játékos ezt nem csinálja a pályán, azt nem csinálja a pályán. A másik, és szerintem fogják tudni az emberek, akikre gondolok, a másik dolog az, hogy ki, ahogy játszik a TNA klánon belül egy szerveren, hogy trollkodik, hogy nem a feladatot csinálja, vagy bármi, annak semmi köze hozzá. Tehát ez ilyen nem személyes dolog, mindenki úgy játszik, ahogy játszani szeretne, mint beszéltem a személyiségtípusok videóban, külön emberek vagyunk, senkinek sem joga megmondani a másiknak, hogy hogyan kell játszani. Mindenki úgy játszik, ahogy jól érzi magát tőle.
Szóval rengeteg emberre játszottam most már a TN-ben, vannak már nagyon jó állandó tagok, akik feljönnek. Nincs az, hogy valaki nem csinálja az objektívet, vagy nem játsza a célt, le van szarva. Úgy játszik, ahogy szeretne, azért van ott, és azért van velünk, hogy jól érezze magát, és ez nagyon fontos. Tehát azon kívül, hogy tartunk-e szervereken egy játékos etikát, egy gamer etikát, ami úgy gondolom, hogy többet ad, és többé tesz minket, hogyha így ismernek meg minket, mint hogy nem tartjuk be azokat az apró szerver szabályokat és az apró etikákat a gamer társainkkal szembe, az ugye azért mégiscsak jobb, hogyha a TNA egy olyan valamit képvisel, amiről azt mondják, hogy na igen, le a kalappal. A másik pedig, hogy nincs olyan, hogy susmogás egymás hátra mögött, hogy ez nem csinálja azt, vagy ez nem csinálja a játékban ezt, nem érdekel. Egyet tudok, srácok. Amikor én játszottam veletek, és amikor ott volt, hogy na, most oda tesszük magunkat, olyan játékot produkáltatok, szóval akik játszottak velünk az orosz srácok ellen, két vagy három meccset ott voltak, azok az emberek, akik ott voltak, és akik még lehettek volna, egy fél TNA csapat ott volt, hogy úgy mondjam, és ismerem már most arra az embereket, olyan emberek, akik amúgy általánosan a szerveren el vannak, mint a befőtt, és amikor ott volt, hogy na most játsszuk a célt, ez a csapat verhetetlen volt. Szóval összeszedte mindenki magát, és oda tette magát. De amikor fölmegyünk hoborkodni egy szerverre, az ott mindenki úgy játszik, hogy akar, és senki másnak nincs joga megítélni azt, hogy valaki hogyan szórakozik egy szerveren. Leszámítva azt, amit én kérek, hogy tartsátok be ezt a bizonyos gamer etikát. Mert létezik ilyen, és jó lenne, hogyha a TNA ebből a szempontból így híresülne el. És azért tényleg most már így alapvetően hallanak rólunk az emberek, és nem hiszem, hogy csak Magyarországon, valószínűleg több szerveren is, mert mindenhol szinte jelen vagyunk, és ennek nagyon örülök. Ez nem egy lebaszós videó, hogy őszinte legyek, bár annak lehet, hogy annak érzékelitek, De ez egy olyan dolog, amikor már ennyi ember összegyűlik egy helyen, erről beszélni kell, mert nem mindenkinek minden egyértelmű. Úgyhogy erről is kell beszélgetni, tehát nem csak arról, hogy hogyan legyünk jobb játékosok, így leszünk jobb játékosok, hogy erről is tudunk, és felfogjuk, hogy létezik, és mindenkinek ugye megadjuk azt a szabadságot a TNA-n belül, hogy azt csináljon egy játékban, amit szeretne. Továbbá a TNA mint olyannak egy ilyen alapelv, iratlan alapelv, azt hiszem, amikor én ott vagyok veletek egy TS-en, vagy bármi, akkor nagyon jól minden tök tuti megy. Szóval ne csak akkor legyen az, amikor, tehát hogy is mondják ezt, hogy elment a macska cincognak az egerek történet, szóval ez ne úgy legyen. Legyetek mindannyian macskák, hogy így, hogy így fogalmazzak, és ezt kérném tőletek, és azt kell mondjam, mindenkinek köszönöm, egyrészt, aki belépett a TNA-be, egy jó közösségben vagytok, azt hiszem, akik még nem nagyon mertek feljönni a teljesen nyugodtan, tegyék meg, hihetetlen arcokkal fognak ott találkozni. Azt kell mondjam már, hogy olyan tagokkal, akik stabilan ott vannak szinte mindig egy-egy mérkőzésen, akik akarnak velem találkozni, beszélni, stb. Ők is. Gyertek fel a TS-en, ne legyetek félénkek, tehát nem arra van szó, egy-két ember már ugye, hát nem tudom, talán összesen 20-30-an járnak fel így össze-vissza a TS-re, és nagyon-nagyon-nagyon jó dolog tud lenni. Nos, srácok, azt hiszem elmondtam mindent, amit el szerettem volna. Remélem, hogy egy-két fejben azért tisztáztam, ne felejtsétek el azért tartani magatokat bizonyos gamer etikához, ne felejtsétek el, ne káromkodjatok a szervereken, vagy valami, ne bántsátok egymást, főleg, mert azért vagyunk, hogy játszunk. Ja, amúgy ezekkel azért nincs komoly gond, csak néha hallok vissza ezt-azt, de amúgy mindenki nagyon normális, tisztelettudó, és ezt nagyon is értékelem bennetek, és ahogy észrevettem azért, szépen lassan azok, akik nem illeszkedtek be ebbe az egészbe, azok szépen lassan úgy el is tűntek, hogy így mondjam, amivel igazából semmi baj nincsen, hogy őszinte legyek, de ennyi lett volna ez a videó. Várom a kommenteket, akinek esetleg van, de aki egyetért velem, az dobjon egy lájkot erre a videóra, mert dobjon egy lájkot és kész.
És ja, és ennyi lett volna, nagyon köszönöm a figyelmeteket, aki nem TNA, aki TNA, az adja tovább ezt a videót, a másik pedig, aki nem TNA, azt megvárjuk szeretettel, aki egy közösséghez akar tartozni, és azt kell mondjam, egy nagyon jó közösséghez tartozunk, úgyhogy ja, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Kiszállt Summer-je már. Ó, nem áll, bazdmeg. Kettő rakétám volt, nincs több. Lefogytam. Hülye. Töltsd ma újra. Töltsd ma újra. Végre. Na basz. Nem volt rakétám. Kicsit halálszalmas azért. Nem, nincsen rakétám, menjünk vissza. Hogy nincs rakétád itt? Vagy nincs izé, tőtény. Ja, jó. Végre van egy 30-as stack. Várj, ezt betölti, és akkor majd megyünk. Megtölt egy újat, mire elérünk. Előbb annyi embert írtottunk, hogy... Hogy állsz? Megállás nélkül nyom... itt hallottam. Hol nem van a főd alatt? Szép. Hat viszont bele. Kiugrott előtte. Hatak csopta. Hol? Valami más is miért? Kiugrott a gyerek. Elcsórom, várjál. Ne már. Bocs. Meg itt pont kiugrottam. Igen. Mire elcsórom már, mint egy rossz. Várjál, felveszem. Ha. Megjavítsalak? Jöhet. Még mielőtt észrevesz valamit. Oké. Jó, hogy Gingivel vagyok. Mi a halál? Ó, ja? Ott van. Látom, csak laggolok. Kiugrották, mindannyi. Ott megy lefelé a gyerek. Hopp, egyik meg volt. Pedig nagyon könnyű lenne minket leszedni azzal a helivel. Ott van még egy. Nagyon könnyű lenne minket leszedni azzal a helivel. Egy kicsit kitartóbbak lennének, és nem ijednének, mert... Elküldte. Fönt van a másik atakcsak fel, és most lokkoltam be. Ja, az egy mav. Jó. Itt volt egy a háztetőn. Hol? Mi? Semmi. Hátrafelé néztem. Dénél is találtam egy ember. Dehol máshol. Atakcsak perjük leszúfalt ki. Ott előttem. Egyet leszettem a másikat ilyen. Megvan. Nézzük már el.